Az OFA Nonprofit Kft. Immár harmadik alkalommal hirdette meg az év felelős foglalkoztatója elnevezésű pályázatát. A szervezet több mint 25 éve van jelen a foglalkoztatás politika területén, és céljuk, hogy a foglalkoztatást és a munkahely megőrzést elősegítsék, valamint az innovatív foglalkoztatási formákat támogatják. A díj létrehozásával céljuk, hogy megismerjék és elismerjék azokat a munkáltatókat, akik sokat tesznek munkavállalóikért. A díjátadón Bodó Sándor államtitkár úr is köszöntötte a díjazottakat és a vendégeket. Amikor néhány évvel, egy-két évtizeddel ezelőtt talán ilyen külföldi szakirodalomban olvasgattunk és arról véltünk felfedezni információkat, hogy felelős foglalkoztató társadalmi szerepvállalás. Hát nem nagyon tudtuk elsőre hova tenni magunkat, hiszen azért lássuk be, hogy a rendszerváltás követő évtizedek időszakában mondjuk nem ez volt a legfontosabb feladatunk. Nem ez volt a legfontosabb feladatunk, és abban a helyzetben, amit a magyar gazdaság az elmúlt években megélt, annak a teljesítménynek a vonatkozásában, most kellemes jó érzéssel gondolunk arra, hogy bizony ilyen feladatok, nemes feladatok is megjelennek. A pályázat sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az első alkalommal 2017-ben 63 cég 76 pályázatot nyújtott be, az idei évben pedig már 73 cég és intézmény 90 pályázata érkezett a felhívásra. A pályázók között a Pécsi Tudományegyetem is megtalálható, mint a Dél-Dunántúli régió legnagyobb foglalkoztatója. Az év felelős foglalkoztatója díjat 5 kategóriában hirdették. Az egyetem a közszféra szervezetei között az előkelő aranyminősítést kapta meg. Én nagyon örülök és nagyon büszke vagyok, és úgy izgultam, mint egy igazi versenyen, hogy benne leszünk a háromba, és aztán amikor fogytak a helyezettek, akkor láttuk, hogy mi fogunk nyerni. És hát én azt gondolom, hogy az egyetemnek azért ez jót tesz, tehát mindig jó, hogyha valami fontos dologban ott van a Pécsi Egyetem neve, és nagyon sok kollégámnak vagyunk hálás azért, hogy ezt a díjat ma megkaptuk. Az egyetem a tavalyi évben olyan innovatív HR megoldásokkal pályázott, amelyek azóta is működnek. Az idei évben a Pécsi Tudományegyetem a családok évéhez csatlakozva olyan programokat szervez, ahol a munka és a magánélet összhangban van. Úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez egy nagyon jó érzés. Azt gondolom, hogy beértek azok a munkák, amelyeket most már hosszabb ideje elkezdtünk. Ebben az évben a pályázatra kifejezetten a Családok Éve programunkra fókuszáltunk. Úgy gondoljuk, hogy az egyetem vezetése az érdekképviseletekkel elkötelezett abban, hogy munkavállalóink szociális és jóléti helyzetét a középpontba emeljük, és ehhez minden segítséget megadjunk, ami az egyetem rendelkezésére áll. És nagyon népszerűek ezek a programjaink, a családok hírlevélben tájékoztatunk mindig minden munkatársat, és jó érzéssel tölt el, hogy a többi nyertes pályázó felsorolt elemeit, amivel a díjakat elnyerték, azt mondhatjuk, hogy a Pécsi Egyetem pályázata egyben ötvözte, az egészségszűréstől kezdve a gyerekprogramokig, a családtámogatási, a közös rendezvényekig, családi napokig, azt gondolom, hogy megpróbáltunk minden területre fókuszálni, amellett, hogy a munkatársainkat nehéz vagy szorult élethelyzetben, vagy egy-egy örömteli eseménynél is, mint például a gyermekszületése, anyagilag is megpróbáljuk támogatni. Ezek a törekvések természetesen tovább folytatódnak, és az elmúlt 3 év programjának sikerén felbuzdulva tovább folytatódnak a megkezdett munkálatok.